Vérengzés történt a Jordán folyó nyugati partján Cisjordániában. Egy palesztin tinédzser halálra késelte egy zsidó család három tagját, a negyediket pedig súlyosan megsebesítette. Állítólag azért akart bosszút állni, mert a jeruzsálemi Al-Aqsa mecset közelében az izraeli hatóságok fémdetektoros kapukat állítottak fel. Ebbe a családi házba tört be a palesztin merénylő a sábbati vacsora idején, amikor egy zsidó család éppen a legkisebb unoka születését ünnepelte. A támadó halálra késelte a család három tagját, köztük a 70 éves nagyapát és annak két felnőtt gyerekét. Az idős férfi feleségét pedig súlyosan megsebesítette. A házaspár mennyének még időben sikerült elrejtenie öt gyerekét. A nő kiáltozására lett figyelmes a szomszédban lakó izraeli katona. A támadót a szomszéd ártalmatlanította, két vagy három lövést adott le rá, a katonai mentősök kórházba vitték, mondta egy izraeli mentős. A sebesült nagymamát pedig ebben a jeruzsálemi kórházban ápolják, az orvosok szerint stabil az állapota, őt a terrorista a hátán sebesítette meg. Az izraeli hadsereg házkutatást tartott a 19 éves palesztin támadó házánál, és őrizetbe vette annak testvérét. A helyszínre látogató izraeli védelmi miniszter elrendelte a terrorista házának lerombolását, és bocsánatkérést követelt a palesztin elnöktől. Mahmoud Abbas nem sokkal korábban jelentette be, hogy a palesztin vezetés megszakítja a kapcsolatokat a zsidó állammal. Minden szinten felfüggesztjük a kapcsolatokat a megszálló állammal addig, amíg Izrael vissza nem vonja a palesztin nemzet és a jeruzsálemi Al-Aqsa mecset elleni intézkedéseit, és vissza nem állítja a status quo-t. Elutasítjuk a fémdetektoros kapukat, mert ezek felállítása biztonsági intézkedésnek álcázott politikai lépés, magyarázta Abbas. Állítólag a támadó is azért akart bosszút állni, mert az általa disznóknak és majmoknak nevezett izraeliek fémdetektoros kapukat állítottak fel a jeruzsálemi templomhegyen, ahol az iszlám egyik legszentebb helyének tekintett Al-Aqsa mecset található. Az anyja kijelentette, büszke a fiára. Izrael egy hete szigorította meg a biztonsági intézkedéseket a templomhegyen, miután két izraeli rendőrt palesztin terroristák megöltek. Pénteken tiltakozási hullám indult el a Jeruzsálemben és a Jordán nyugati partján élő arabok körében. A zavargásokban három palesztin meghalt. A fémdetektoros kapuk miatt Jordániában és Törökországban is tiltakozó megmozdulásokat tartottak.